Egy ideje már tudom, hogy a Me Too szellemében kilúgozott hollywoodi gondolkodás jegyében újra fogják forgatni a 2001-es Ocean's mozit, csak ezúttal nőkkel. Mondjuk sokat elárul, hogy csak a moziból kifele jövet esett le, hogy az eredeti Ocean's 11 volt, és nem 8. A sztori ezúttal George Clooney karakterének Danny Ocean frissen szabadult húgára, Debbie-re fókuszál, aki alig, hogy kijött a hűvösről, már is kezdi szervezni újabb nagy dobását, egy nagy értékű gyémánt nyakék meglovasítását, amihez egyre több emberre lesz szükség, míg végül fel nem bővülnek 8 főre. Legyünk őszinték, szerettük az Ocean's Eleven-t, de nem a film miatt, sőt, legkevésbé a film miatt. A nagy jó indulattal másodvonalbeli filmet azt tette különlegessé, hogy még a háttérben is közel állistás sztárok igazgatták a poharakat. Persze a készítők egy ponton megrészegültek a sikertől, és két további folytatás kellett ahhoz, hogy rájöjjenek, nem volt több az alapanyagban. A félreértés elkerülése miatt az idei újragondolás a 2001-es kvázi remake-je, nem pedig az eredeti 1960-as darab újragondolása. Szóval, ahogyan Danny is triplázott annó, végül ki fog derülni, hogy az egyébként sem túl egyszerű ékszer ellopásánál valamivel többet forgat a fejében Debbie, ami meg van fűszerezve egy kis bosszúval, ahogyan a bátyjának is. Amúgy érdekelne, hogy az írók mennyit töprengenek ezeken a neveken? Szóval, hogy Danny húgát Debbie-nek nevezzék. Emlékszünk, hogyan kezdődött az Eleven? Danny kijön a shitről, majd elkezdi szervezni a csapatot. Mindenkivel van egy nem túl tájidegen, de távolságtartó, elegáns ismerkedése, amin keresztül megtudjuk a csapat egyes tagjai, miben jók, mi lehetett a szerepük, és milyen kapcsolatban vannak Dannyvel. Ebből a szempontból a 8 is elvégezte a házi feladatot, de inkább úgy tűnik, mintha ez a házi feladat inkább másolva lenne egy pattársról, és nem lenne mögötte valódi tudás, valódi készség, valódi szándék. Ez a képzelt diák, hogyha kiállna a tábla elé felmondani a leckét, hebegne, habogna, a szavai nem az övéi lennének, és mintegy az életéért küzdve próbálná elkapni az osztálytársai tekintetét valami segítség reményében. Az Ocean's 8 igyekszik lemásolni a Soderberghi alapokat, de csak a manírokig jut el. Ha nagyon naív akarok lenni, és feltételezem, hogy az Ocean's 8 születésében semmiféle szerepet nem játszott a Me Too kampány, annál nagyobb lenne a film felelőssége, hiszen mindent el kéne követnie, hogy még csak véletlenül sem mossák össze bele, hogy meg tudjon állni a lábán. Ehhez képest Gary Ross filmje pontosan azt a fegyvertárat használja, ami ellen a Me Too kampány létrejött. Beéri azzal, hogy Bullock legalább olyan szexi áttetsző kis estéiben, amilyen vagány két Blanchett motoros szerkóban. Beöltöztetik Rihannát hackernek, aki azzal nyeri el a csapat bizalmát, hogy 10 perc után már a laptopról kapcsolgatja a lakásban a lámpát. A szupertitkos egyedi gyártású mágnes kapocs miben létét csak a betegre fizetett ex-moszados bérgyilkosok, meg a gördeszkás kiscsa ismeri a placról. A gettó zugékszerésze pedig nem mellesleg rekordidő alatt köt át gyémánt nyakláncot gyémánt fülbevalónak, de ha több időt kap, szerintem még spagettit is főz belőle. Valójában ezeknek a karaktereknek nincs háttérírva. Voltak éppen azt is csak sejtjük, hogy Debbie ezeket ismerte korábban bárhonnan is. És ennél a gondolatnál meg is állnék, mert bár az Ocean's Elevenben sem mind a 11 szereplő volt a központban, de jól elkülöníthető karakterek voltak és többnyire önazonosak. Ehhez képest az 8 érthetően 3 fővel kevesebből markol, de így sem érződik, hogy Bullock és Blanchett kapcsolata mögött több lenne, mint hogy néha egy légtérbe terelték őket, amikor felmondják a soraikat. A szereplők között a világon semmiféle kémia nincsen, amihez sokat hozzátesz Miss Bullock kifejezéstelen játéka is. Ha a Me Too kampány egyszer eléri a Terminátor filmek partjait, különösebb megerőltetés nélkül hozhatná a halálosztót. A film mégis azért vérzik el, mert vérszegény alkotás. Ha szereplőink úgy maguktól, saját jogukon erős karakterek lennének, akik ravaszak és nem mellesleg tudnak élni olyan női eszközökkel, hogy az ujjuk köré csavarják a pasikat és megmajmolják őket, akkor kapnánk egy határozott, céltudatos, szinte példaértékű csapatot, akik saját jogukon szerzik meg a zsákmányt. Kifejezetten vártam a túlfűtött jeleneteket, hiszen még Danny is élt a sármjával, nem már pont egy szexi női különítménynek legyen ez új terület, de a film nem mer a nőiességre alapozni, nem mer kezdeményezni, nem mer lehengerelni, sőt, mindezt távolabbról nézve, nem meri a nézőt meggyőzni. Ami nem is csoda, hiszen igazán nincsen miről. Arról, hogy Debbie egy lángelme? Ezt miért kéne elhinnünk? Mert néha bedobja a társaságba az irányadó gondolatokat. Egy rendes poént nem voltak képesek írni a filmbe, viszont az kristálytisztán elhangzik, hogy ebbe a csapatba férfi nem kell. Azt hittem nem jól hallok, ez a macsó szexizmus még Clooney száját sem hagyta el. De még ez sem lenne probléma, ha elegáns lenne vagy maradt volna. Még a Clooney féle modorosság szintjén is elment volna, végül is ez egy Ocean's film lenne végeredményben. De beéri a gyémánt szépségével, a ruhák szépségével, a hölgyek szépségével, a múzeum szépségével, de ez csupán külsőség, látszat, divat. A divat pedig múlandó, a stílus viszont örök.
ezért fogunk 20 év múlva is emlékezni Danny Oceanre, és felejtjük el már holnap debütés csapatát. Ha tetszett az Ocean Starlet, szurkolj le nekünk egy lájkot, iratkozz fel hozzánk a további tartalmakért, és támogass minket Patreonon, ha szeretnéd, hogy holnap is itt legyünk. Sziasztok!